Ha egy tízes skálán nézzük, akkor a fájdalom tízes, vagy még annál is erősebb volt. Nagyon elkeftelenített. A karom mozgástere is nagyon korlátozott volt. Két fiút neveltem egyedül akkoriban, ezért dolgoznom kellett. Amikor egy autóbaleset miatt Diane maradandó izomsérülést szenvedett a hátában, az orvosok azt mondták, hogy együtt kell élnie a fájdalommal és a korlátozott mozgással egész életében. De Diane bízott Istenben, hogy meg fog gyógyulni. Tudom, hogy van egy nagyszerű orvosom a mennyben, aki egyben az atyám is, és ő gondot visel rólam. Meg kellett tanulnom türelmesnek lenni. Diane évekig imádkozott, amíg egy nap Isten meggyógyította a hátát és helyreállította a karjának mozgását, de ekkor még komoly fejfájásai is voltak. Bíznom kellett az Úrban a fájdalmak közepette, a fejfájások alatt, türelmesen várva az ő időzítésére. Pár évvel később egy orvos elmondta neki, hogy a gerincén még mindig nyomás van, és ez okozza a fejfájásokat. A kezelések ideig óráig megkönnyebbülést hoztak, de tudta, hogy egyedül csak Isten tudja őt teljesen meggyógyítani. 2015. júniusban éppen a 700-as klubot nézte. Azon a napon Terry a következőt mondta. Van valaki, akinek gerinc problémája van. Valami blokkolja a gerincében az ideg összeköttetéseket. Isten most meggyógyítja önt. Egy borzongást éreztem, és melegséget. Nagyon izgatott lettem. Tudtam, hogy ez az ima rólam szól. 100%-ig biztos voltam benne, hogy meggyógyultam. Madarat lehetett velem fogatni. Évek óta először Diane-nek teljesen elmúltak a fájdalmai. A gyógyulás teljes mértékben a nagy gyógyítónak, a megváltómnak, Jézusnak köszönhetem. Most már teljes értékű munkát tudok végezni napközben, és este még tudok a fiaimmal is foglalkozni. Kifizetődő dolog türelmesnek, kitartónak lenni. Sokszor nehéz hitben kilépni, de ahogy megtesszük a hitbéli lépést, az Úr elénk jön, és gondot visel rólunk. Számíthatunk rá.